A Bátka Művészeti Szalon 1996 tavaszán alakult meg Tolnán azzal a céllal, hogy összefogja a megyében élő zömmel amatőr képzőművészeket, művészetpártolókat. A tagok többsége festő, de vannak soraiban keramikusok, szobrászok, zamácművesek, textilesek is. Az Egyesület fontosnak tartja a tagok képzését és önképzési lehetőségek gyarapítását, és azoknak a kiállítási lehetőségeknek a keresését, ahol az alkotók munkáit a közösség megismerheti. Ennek érdekében szervezi az Egyesület évente alkotótáborát, és azokat a kiállításokat, ahol a csoportos bemutatkozásokra is lehetőség nyílik. A szalon központi értékkategóriája az alkotó munka tisztelete, és a befogadók a közönség iránti alázat. Megértünk úgy 25 esztendőt, hogy vagyunk, folyamatosan dolgoztunk, folyamatosan változtunk. Koptunk, gyarapodtunk, mikor, hogy. Én azt gondolom, hogy a Bárkán több száz ember fordult meg a fedélzetén, tehát ha képletesen szólhatok, és volt, aki jól érezte magát, kitartott, volt, aki úgy érezte, hogy az nem az ő asztala. Elsősorban a hivatásosok, mert kezdetén a hivatásosok közül is többen megfordultak nálunk, de volt, aki úgy gondolta, hogy ő az amatőrökkel nem nagyon találja a közös hangot, vagy nem akart velünk lenni. Minden tiszteletünk ellenére ők eltávoztak szép csöndesen, és akkor maradtak azok, akik akartak tanulni, és ő közülük nagyon sokan, elképesztően sokat fejlődtek. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkiből Rembrandt lett, vagy Rubens, egyáltalán nem. Ez azt jelenti, hogy önmagához képest. Tehát az embernek sosem máshoz kell mérnie magát, hanem a saját lehető legjobb önmagához. Tehát ha megközelítem azt, ami bennem van, amilyen adottságaim, képességeim, lehetőségeim vannak, és abban fejlődök, akkor én egy sikeres alkotó vagyok. A Bárka alapítói közül már csak néhányan vannak, de aki maradt, azt mondja, nagyon sokat köszönhet ennek a közösségnek. A Bárka ugye 25 éve alakult, és a Bárkának a nevében benne van, hogy itt a Noé Bárkája mindenkit befogad, írókat, költőket, szobrászokat, fémműveseket, festőket, grafikusokat, meg még sorolhatnám, pályakezdőket, és akár művészet, kedvelő embereket is. Tehát nem volt kritérium az, hogy valaki valamilyen művészettággal foglalkozzon, akkor is köztünk megtalálta a helyét. Na most azon kívül, hogy itt lehetett egy nagyon kellemes társasági életet élni, itt megtanultuk a kiállításokat, megtanultuk a képzőművészetnek csinyát, binyát, amennyit el tudtunk sajátítani. Hál' Istennek voltak mindig képzett, iskolázott alkotóink, akik segítettek bennünket, tanítottak bennünket. Nagyon sok pályakezdő volt köztünk. Tulajdonképpen még 25 évvel ezelőtt én is, meg még mindig keresem az utam, és nagyon-nagyon sokat tudtuk segíteni egymást. Én igazából egyedül szeretek dolgozni, viszont nagyon jó tartozni valahova. Nekem a Bárka közösséget jelent. Jó időnként összejönni, jókat beszélgetni, egymás munkáit megvitatni, segíteni egymásnak. Egy jó közösséget jelent számomra. Rengeteget állítottunk ki, nagyon sokat így a Bárka csoport tagjaiként, meg hát nyilván egyéni kiállításokon is. Eljutottunk sokfele tagjaink külföldre, Hollandiától kezdve Törökországig, környező országok, meg tudtuk mutatni magunkat, és egy-egy neves külföldi kiállításon is szerepeltek tagjaink. Ez egy olyan szakma, amit nem lehet úgy, hogy most veszek egy folyóiratot és holnapra tudom. Tehát ehhez elszántság kell, akarat kell, és nagyon, nagyon göröngyös az út. Tehát, és jó az, hogyha valaki megmutatja nekünk, hogy hol az út vége, és úgy van értelme a küzdelemnek. A csoport tagjai ezúttal egy tematikus kiállításra küldték el alkotásaikat, melynek témája a megye népművészete volt. Ez a mostani kiállítás nekem, ez a téma abszolút idegen tőlem. Én nem vagyok népművészeti akármilyen festő, tehát itt nekem dolgozom kell, ezért keményen, azt hiszem, hogy talán összejött. Ez mindig kihívás. Sorba vettük, hogy hát akkor először Tolna megye természeti értékeit, akkor védett értékeit, akkor épületeit, akkor utcaképeit. Tehát sorba vettük, és akkor végére ugye maradt mezőgazdaságipar, és végére itt maradt a népnek a művészete, az eleinknek a dolgai, amik úgy kopnak el, ugye egy időben, 70-es évek, 60-as évek hordták ki nyugatra. Most még ami megmaradt, az még megvan.
hál' Istennek most elszaporodtak a tájházak szinte minden faluban, azért próbálják őrizgetni legalább kincs címén, meg módján a régi értékeket, a mindennapokban ez már sajnos nincsen benne. Talán nem is ott volna a helye, de a közösségi alkalmakon még lehetne. Tehát én azt gondolom, hogy igen, van helye a népművészetnek mindenütt, mert ennél eszenciálisabb, tisztább művészet, mint a népé, nincs. És azt ugye évszázadokon keresztül hagyományozták, finomították, alakították, éltek vele. Tehát akkoriban a népművészet az nem valami csoda dolog volt, hanem része az életnek. Tehát ma is úgy volna jó, hogyha mindenféle művészeti ág valamilyen szinten része volna az életnek, tehát nem úgy gondolnánk rá, mint valami mennyei dolog ez, hanem része az életnek. Művészet nélkül én úgy gondolom, hogy lehet élni, de nem érdemes.